Sziasztok! Ez itt a tippek trükkök következő része, és mint látjátok, a vízvezetékkel fogunk foglalkozni. Én nem szeretem, mikor így belelóg a képernyőbe a vezeték, és elcsúnyítja itt a környezetét, és zavaró is tud lenni játék közben, ezért megmutatok egy-két tippet, hogy hogyan tudjátok ezt elrejteni, de előtte kérlek, lájkolt videómat, illetve iratkozz fel, hogyha szeretnél több ilyen videót látni. Köszönöm! Ja, a vízvezeték lerakása azért is fontos, mert például a tűzhely csak vízvezetékre rakható. Ennek egyik megoldása az, hogy a kereszt vízvezetéket a fal síkjába rakjuk le, és így a tűzhely már szépen hozzá is igazodik, és egész szépen a fal mellé lehet lerakni, de viszont így a vezetékünk kilóg a falból, ezt el kellene tüntetni. Erre megoldás az, hogy egy kockával beljebb rakjuk le a kereszt vezetéket, méghozzá pont oda, ahol a kockák keresztezik egymást, és lehet is látni. A tűzhely így ugyanoda fog kerülni, viszont már így vezeték nem lóg ki a falból. Ahhoz, hogy viszont be tudjuk kötni, a fal síkjában egy-két kockával arrébb be tudjuk rakni az egyenes vezetéket, és ezt a flexibilis csővel tudjuk összekötni, szépen a földbe rejtve. Én most ideiglenesen csak bekötöm, hogy lássátok, hogy működik. Lehet látni, hogy még nem töltődik bele a víz, mert a flexibilis cső nem éri el a kereszt vezetéket, ezért le kell rakni belőle még egyet. Szépen a fal síkjában el lehet vezetni a vezetéket, és el lehet rejteni. A flexibilis cső szépen hozzáigazodik, és már látható, hogy tölti is fölfele. A vezetéket persze tovább a fal mentén elvezetitek, egészen a vízig, akkor nagyon szépen el lehet rejteni. A következő részben a fali csapot, nem tudom milyen módszerrel lehet egy kicsit szebben, látványosabban kirakni. Leraktok egy kerítés alapot, egy falat és egy cellinket, közvetlen az alapotok mellé, és egy egyenes vízvezeték csövet középre igazítva annyira toljátok csak ki, hogy majd a fölépülő falon éppen csak túlérjen. És a falat visszahelyezve a helyére, hogyha jó helyre sikerül lerakni a falat. A vízcsap már lerakható, és nagyon szépen mutat a falon. Be is kötöm nektek, hogy lássátok, hogy ez hogy működik. Persze ennek hátul ütője, hogy a külső vezeték annak ott kell maradni, ami a cellingbe raktuk, úgyhogy ezt meg kell oldani, hogy el lehessen rejteni egy falban. A következő rész pedig az ültetvényes ládákról szól. Mint látjátok, én nagy ültetvényládákat raktam le, és ezek az ültetvényládák vízzel vannak telerakva, anélkül, hogy lenne bármilyen csap vagy cső, alatta és fölötte sincs. Konkrétan a nagy ültetőláda képes az alatta lévő tóból, folyóból kinyerni a vizet, és így nincs szüksége vezetékre. Viszont ha ti nem nagy ültetőládát akartok használni, hanem közepest, illetve kicsit, látjátok, azok már nem veszik fel a vizet ilyen távolságban, nekik közelebb kell hozni. Erre mutatok egy szép megoldást. Az egyik variáció az, hogy egy egyenes csövet úgy igazítasz be, hogy az ültető ládának a sarkához vezessen,
próbálva valahogy szépen lerakni. És a végére rakott a csap kicsit kultúráltabban néz ki. A vezeték másik végéhez pedig a másik ültetőládát rakjátok le. Ide kül csapot rakok. Lássátok mind a két változatát. És ezután már csak be kell kötni. Szépen egy egyenesen lefele vezető vezetékkel be lehet kötni a vízbe. És már is csordogálnak a ültető ládák sarkaiban a vizek. Ezzel a módszerrel be tudjátok mindegyiket kötni, flexibilis csővel összekötve. A másik megoldás az, hogy az ültetvény alatt csináltok egy ugyanolyan alapzatot, és a középső kerek résznek a sarkai igazítva úgy, hogy a másik végén ne lógjon a falon kívül, lerakjátok az egyenes csöveket, szépen körbe igazítva. Ügyelve arra, hogy ezek a vezetékek egymásnak ne legyenek folytatásai. És a falon kívül sem lógjanak. Egy irányt kihagyunk, az ugye a bejárat, és ezeket az egyenes vezetékeket pedig flexibilis csővel könnyedén össze lehet kötni. Szépen igazodik hozzá. És most már csak be kell kötni a vízhez. Ugyanígy maradunk az egyenesen lefele mutatónál, illetve egy szivattyús csőnél, és már is be van kötve a vezeték. Már csak annyi a dolgunk, hogy fölvezessük az ültetvényhez egy sima egyenes csővel. De ne felejtsük el, hogy ezek a csövek nem egy fal hosszúságúak, hanem körülbelül másfél. És ezt a hosszat kihasználva szépen ki fognak lógni a földből a vezetékek, a rárakott csapokkal pedig szép kis kultúrát és köralakú kis ültetvényt lehet készíteni. Viszont ha nem szeretnétek azt, hogy a vezetékek kiálljanak a földből, vagy kifolyók legyenek, akkor simán az egyenes csövek helyére csak a csapokat rakjátok le, így egy kocka távolságban lesznek az ültetvényektől, ezt már a legkisebb ültetőláda is át tudja venni. De azért ne felejtsük el, hogy nekünk is kell inni. Ezért érdemes egyet-egyet fölvezetni. A falat körbeépítjük, és már is szépen rejtve maradt a csővezetékünk. A következő rész az elektromos vezetékekről fog szólni. A generátor szépen egy kockában kényelmesen behelyezhető. Viszont maga az elektromos vezeték, ami kijön belőle, az nem túl jó helyen van, mert nem igazodik szépen középre. Ezért érdemes a generátort máshogy lerakni. Egy kicsit beljebb, így egy harmaddal. Konkrétan a generátor elejét szinte a kocka közepéig kell behúzni. És ráhelyezett cső nagyon szépen középre be fog tudni igazodni. És ha szeretnénk elrejteni a kíváncsiskodó szemek elől, akkor
akkor egy zenébe középet rakott oszlop nagyon szépen elvezethető benne, és elrejthető a vezeték, és kívülről nem is fog látszódni. Az eszközök lehelyezésénél egy ilyen kis kábel fog megjelenni, ami ismételten elég szavaró tud lenni. Ezért én inkább a földben javaslom az elvezetését. Egész jól beigazítható a földbe az egyenes kábel a generátortól, az elosztó toboz és a ráhelyezett eszköz teljesen el fogja rejteni azt a kis vezetéket, és nem lesz zavaró a kinézetébe. Az általános vezetéket, ha fölfele visszük és 5 kocka magasig felemeljük, persze, ha jó helyre rakom a vezetéket, akkor látható, hogy a vezeték éppen csak kilóg a cellingből, és például egy szélerőművet rá lehet helyezni a tetejére. Már csak egy pici javításra van szükség, ezt megoldjuk úgy, hogy oszlopokat lehelyezünk. Az utolsó oszlop tetejére rakunk egy cellinget. Kicsit nehézkes oda bevarázsolni, de előbb-utóbb beadja. És most már csak a falat kell kijavítani, és nagyon szépen a szélerőművet is ráhelyeztük a generátorra, és a kettő együtt fogja termelni nekünk az áramot. Szépen a vezeték is rejtve maradt. És egy szép kis tornyot építettünk hozzá. Hát, köszönöm szépen, ez a rész ennyiről szólt volna. Tetszett a videó, akkor lájkold, iratkozz fel. Sziasztok!